hazai környezetben mindig veszélyesebbek vagyunk. Tehát ez remélem, hogy ebbe az évbe még hatványozottabban érvényes lesz. Viszont fontos mérföldkő lenne az Újpest elleni pontszerzés, vagy pontok szerzése. Körülbelül ott vagyunk az 5-6-7 helyezések valamelyikén. Ma este folyamán szerintem pillanatnyi formát fog dönteni. A Nyír Gyulai az első idegenbeli pontjait akarta megszerezni Újpesten a legutóbbi fordulóban, Veszprémben 7-0-ra kikapó negyedik kerületiek ellen. Ilyenkor mindig a szító jut eszembe. Játszottunk talán olaszokkal, játszottunk, 8-0-ra kaptunk ki, hogyha jól emlékszem, és volt egy olyan videózásunk, hogy mit csináltunk jól. És ez annyira megragadott, hogy nem biztos, hogy ez a jó út, meg sok esetben sok pedagógiai eszközt kell használni, de most én ezt az utat választottam, vagy így döntöttem, mert a második félidőből is, de az elsőből főleg nagyon sok jó dolgot tudtam mutatni videón. A lilamezes Újpest a legutóbbi bajnokságban 4-ből 3 mérkőzését is megnyerte a Nyír Gyulai ellen, és ezúttal is úgy nézett ki, hogy a fővárosiak akarata érvényesül majd a pályán, hiszen a 8. percben már 2-0 volt az állás, amikor Lucas Moreira után Nehéz Krisztián is a kapuba talált. Csődöt mallott az egész csapat az első félidőbe, úgy én úgy gondolom a elejétől a végéig. Nem tudjuk az okokat. A 16. percben a korábbi Nyír Gyulai játékos Sánta Attila is mattolta a vendégeket, majd az első félidő végén Nehéz után a másik újpesti center, Suscsák Máté is beköszönt. Különböző kvalitások vagyunk, ugye én vagyok inkább a brusztolósabb, erőbb center, a Kriszt pedig a helyezkedő, eset inkább befejező. A mesterünk az rendkívül elégedetlen volt az első fél időben nyújtott teljesítményünkkel. Nagyon leszidott minket. Lovas Norbert nem véletlenül volt elégedetlen az első játékrésszel, ám a térfélcsere után varázsütésre feltámadt a csapata. Orosz Dániel szerezte a Nyír Gyulai első találatát a mérkőzésen, majd a legutóbb még a Berettyó Újfalu ellen eredményes Szőcs László következett. Sőt, a 22. percben a góllövőlista illövasa, Mateusz is bevette a hazaiak kapuját, így újra nyitott volt a 3 pont sorsa. Ilyet még nem értem meg sohasem, hogy 1:34 alatt kaptunk 3 gólt. Kicsit a Veszprém mérkőzés köszönt vissza, de a fordulópontokból jól jöttünk ki. Tehát olyan megoldások voltak akkor éppen, amikor gólt rúgtunk, bár megint kaptunk rá, megint gólt rúgtunk. Tehát meg kell keresnem a hibát. Egyértelműen mentális koncentráció, nem tudom én, önbecsülés, vagy keresem az okát, mert nem szabad ilyen kontraszt legyen az első és a második fél idő között. Az állandóságot a két játékrész között Suscsák képviselte, hiszen a lilák játékosa a térfélcsere után is gólt szerzett. Ám a 28. percben Valeri Vlasovic ismét minimálisra csökkentette a különbséget. Ilyenkor az van, hogy a mentális figyelem beesik teljesen, koncentráció az nullán van, és akkor az embernek újra fel kell magát építenie. És ez nagyon nehéz, mert nyilván nézzük az eredményjelzőt, látjuk az eltelt időt, és az, hogy már csak egy gól van közte. Persze az embernek ilyenkor átfut az agyán, de ezt ilyenkor gyorsan törölni kell. Az egyenlítés végül nem jött össze a látogatónak, a 32. percben ugyanis Lucas Moreira is megszerezte a második gólját. Azonban a 35. percben Mateusz szintén duplázott, így a hajrának 6-5-ös hazai előnyről vágtak neki a csapatok. Nem érdemeltünk még egy pontot se, mert egyszerűen ilyen fél időt nem tudsz kijavítani 20 perc alatt, holott majdnem ez sikerült nekünk, de ez értékeltetlen volt számomra. A második 20 perc azon most lehet elmékedni, hogy hú, de jók voltunk, pont 6-5 lett, 0 pontot adnak érte, 3 pontos rendszerben ez nagyon kevés, sőt semmi. Összességében az akarattal, az alázattal a második félidőben már megvoltunk. A Nyír Gyulai legközelebb a Kecskemét ellen javíthat, míg az Újpest a haladásnál vizitál.